a művészet? Valami, ami nélkül lehet élni, de hogy hiányában szegényebbek lennénk, az egészen bizonyos. Mindig szerettem a matematikát, a fizikát, talán ezért is van két mérnök diploma a zsebemben, de ezek a tudományok sosem hatottak úgy rám, ahogy a zene. A zene szeretetét köszönhetem általános iskolás énektanárnéninek, akinek csuda volt pont ugyanaz a neve, mint unokanővéremnek, Kollár Arankának, aki hamarosan ért. És meg is érkezett, szeretettel köszöntöm. Énektanárnénimmel hallgattuk meg először énekórán az István a Király rockoperát, ami mai napig meghatározó zeneélmény számomra. Valami olyat mozgatott meg bennem, amire nincsenek szavai. És talán nem is kell, hogy legyen. A művészetben pont ez a jó. Lehet magyarázni, de minek? Talán fontosabb, hogy hagyjuk, hogy hasson ránk. Jucival, amikor megismerkedtünk, és az akkori munkáit mutogatta, hát finoman szóval nem értettem, mit kellene látnom a produkcióiban. Mosogató szivacsal festett, újságpapírból ragaszgatott képeket, folyékony műanyag ízéből alkotott kompozíciókat. Egy grafikus ilyeneket hoz össze, friss műszaki diplomával a zsebemben, meg is kérdezte, hogy úgy egyébként rajzolni tud-e. És akkor készített rólam egy portrét, kb. Egy óra alatt, azóta ezt a kérdést többet nem tettem. Ma főállásban a Pető Intézetben fejleszti a gyerekeket, művészetterápiás rajzi eszközök segítségével. Aztán ugrunk egy kicsit az időben, és érkeztek a gyerekek. Az óvodai évzáró ünnepségen Marcikánk volt az egyetlen, aki olyan lábpalázas volt, hogy a színpadra sem mert felmenni. Éva néni gyengéd erőszakjára volt szükség, hogy ezen átlendüljön. Ő most harmadik éve Zalaegerszegen, a Gnif Báb Színházban dolgozik, a Pesti Magyar Színház Szérni Akadémiáján végzett, és amikor az előadásait látom, olyan varázslatban van részem, hogy úgy érzem, ismét gyermek lehetek. Júcsi nem volt ilyen félős. Ő már az első adventi udvaron is saját szövegrésszel szerepelt. Köszönhetjük ezt Bálint Enikő tanárnéninek, aki a darabot betanította nekik. Az Arany János jubileumi évben a középiskolások számára meghirdetett versenyen az ő rendezésében született a Képmutogató című aranyballada megfilmesítése első díjat nyert. Ehhez képest a gimi után úgy gondolta, hogy ő bizony könyvrestaurátor lesz. El is helyezkedett gyakornokként az Országos Széchenyi Könyvtárban. Megjegyzem, ilyen állást nem hirdettek meg, de ő azért megtalálta a részt a pajzsit. Hál' Istennek a gyakorlat során hamar rájött, hogy ő bizony mégsem ezt szeretné, neki a látvány és díszlettervezés passzolna. Nosza egy középszintű képzés és további tanfolyamok, 2,5 év kemény munka, és Ripsfosz ma már a Képzőművészeti Egyetem hallgatójaként gyártja a jelmez és díszletterveket. Miki mindig is zajkeltő gyermek volt. Óvodásként spontán szavalásokba fogott otthon. A Vajas Pánkó verset több családi fórumon is előadta. Ma is elérzékenyülök, ha ezek az alkalmak eszembe jutnak. Ez az aktivitása ugyan az általános iskolai időszak alatt kicsit visszaszorult, de köszönhetően a zeneiskolai lehetőségnek zenei területen szépen fejlődhetett. És igen, a gimi után ő is színi tanodába iratkozott. Hamar felfigyeltek rá, a Magyarok Dalszínház rendszeresen hívja, ha kell, az iskolából is kikérik a próbafolyamatokhoz, előadásokhoz. Az Egri Csillagok musicaljükben volt egy pont, amikor azt éreztem, hogy én itt és most felállok, és megyek megvédeni Egervárát a törökök. Misi a basszusgitár területén bontogatja szárnyait, Noémi néni és mindannyiunk nagy örömére. Jelenleg középiskolai felvételére készül, járjuk a nyílt napokat, úgyhogy részben ezért, részben pedig szerénysége okán most nem teszi közkincsé ilyen irányú tudását, de higgyétek el, a Pachelbel Kanonin D. Major című műve gyönyörűen szól basszusgitáron is. Hálás vagyok Istennek, hogy ilyen színes családom lehet, és hogy a művészetek több területe ilyen erősen jelen van az életünkben. A művészetnek számtalan megjelenési formája van, családtagjaim erre a kiállításra egy kis szegmest jelenítenek meg saját alkotásaikon, produkcióik lenyomatán keresztül. Hogy kinek hogyan fog tetszeni, nem tudhatom. Radnóti Miklós.
Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám. Itt elángoktól ölelt kis ország. Messzeringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, és remélem, majd testem is e földre süpped el. Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton. És tudom, hogy mit jelent egy nyári alkonyon a házfalakról lecsorgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe annak, térképe táj. És nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejt a térkép? Gyárt, svadlap, tanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát. Az gyárat lát a látcsőn és szántó földeket, míg én a dolgozót is ki dolgáért remeg. Erdőt, füttyös gyümölcsöst, szőlőt és sírokat. A sírok közt anyunkát ki halkan sírokat. És mi fentről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház. És a bakter előtte áls üzem. Piros zászló kezében körötte sok gyerek, és a gyár udvarában egy komondor emberek. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol mész, hol áfonya. És az iskolába menvén, a járda peremén, hogy ne feleljek, aznap egy kőre léptem én. Én itt ekő, de föntről ekő sem látható. Nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép. S tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol, s miként. De élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, és csetszopók, akikben megnő az értelem. Világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva. Míg jelet nem ír hazánkra újból a béke újja. S folytott szavukra, majdan friss szóval, ők felelnek. Nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztó éjfel.